mennyire akadályozzák az útfelújítási munkálatok a napi közlekedésben, illetve melyik a városban zajló felújítást tartotta már időszerűnek. Egyebek mellett ezeket a kérdéseket tették fel telefonon 300 fehérvári lakosnak az ECHO kutatóintézet munkatársai. Annyira kevésé szórtak ezek a válaszok és ezek a vélemények, hogy az ez egy meglepő eredmény volt, hogy teljesen azonos, majdnem azonos véleményen vannak a társadalmi csoportoktól függetlenül az emberek ezekkel a beruházásokkal kapcsolatosan. A felmérésből kiderült, a megkérdezettek 43%-a szerint a zavaró tényezők ellenére igenis szükséges a főutca rekonstrukciója, vagy épp Öreghegy utcáinak csatornázása. A legfontosabb projektnek pedig a Mártirok útjának felújítását tartják. Fontos témában születik egy ilyen kutatás Székesfehérváron. Székesfehérvár polgármestere szerint igenis szükségesek az ehhez hasonló felmérések, hiszen csak így értesülnek a lakosság véleményéről. Mint azt Cserpalkovics András mondja, az összességében pozitív eredmény nem csak a jelenlegi, hanem a korábbi városvezetés munkáját is dicsérik. Több cikluson átívelő fejlesztésekről, beruházásokról beszélhetünk, így az, amikor azt visszaigazolják a fejvárjak egy fontos helyi kutatásban, hogy kb. 90%-uk egyetért azokkal a fejlesztésekkel és beruházásokkal, ami Székesfehérváron éppen ezekben a napokban, a hetekben is zajlik, az, az visszaigazolja azt, hogy ezek a döntések bárki is, bármikor is hozta, helyes döntések voltak. Az autobuszmenetrend átalakítását is sokan említették a jelentős projektek között. A polgármester ezért elengedhetetlennek tartja ősztel egy újabb közvéleménykutatás indítását, hogy kiderüljön, mennyire elégedett az utazóközönség a megreformált közösségi közlekedéssel.